A Kompország mai vendége Donát Anna, politikus, szociológus, európai parlamenti képviselő. Édesapja Donát László evangélikus lelkész, volt mszp képviselő, apai nagyapja Donát Ferenc politikus, a Nagy Imre per másodrendű vádlottja. Donát Anna 1987-ben született, az ELTE társadalomtudományi karának szociológia szakán végzett. Gyakornokként dolgozott az Európai Bizottságnál és az Európai Kulturális Alapítványnál. Korábban a menedék migránsokat segítő Egyesület projektmenedzsere volt. A Momentum-mozgalmat 16 nyarán ismerte meg, an olimpia kampány idején a mozgalom elnökségi tagja volt. A 2018-as országgyűlési választásokon egyéni képviselőjelöltként körzetében pártja legjobb eredményét érte el. 2019-es európai parlamenti választáson a párt EP listájának második helyén indult és szerzett mandátumot. 2021. novemberében, Fekete Győr András lemondása után az időközi elnökválasztást megnyerve lett a Momentum elnöke. A ciklus letelte után kiírt 2022-es júniusi elnökválasztáson viszont nem indult el, döntését gyermeke születésével indokolta. Idén februárban évértékelő beszéddel jelent meg újra a nyilvánosság előtt, majd ő lett az arca a Momentum országos plakátkampányának is, ezzel egyértelművé téve, hogy a párt ráépíti a jövőjét. Angolul, németül és hollandul beszél. Férje holland állampolgárságú, fia 2022. októberében született meg. Üdvözlöm a nézőket, ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti beszélgetős portré műsora, és mai vendégünk Donát Anna, szociológus, a Momentum Európai Parlamenti képviselője. És mielőtt belevágnánk itt a témákban, szokás szerint, ugye, a Magyar Hang szerkesztőségében veszük fel a műsort, ezért, ezért is ajánlom figyelmükbe, hogy már kapható a magyar hang legfrissebb száma. Ez egy pünkösdi szám, ha úgy vesztük, és ennek megfelelően, vagy ennek ehhez is igazodva Bermiklós nyugalmazott püspökkel, a 80 éves Bermiklóssal van egy nagy interjú, és hát nyilván sok egyéb érdekesség is az újságban, és arra is biztatom a nézőket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. Bevallom, kicsit koncentrálnom kellett a bemutatáskor, a rövid bemutatáskor, mert valahogy be kell mindig arra áll a szám, hogy Donát Anna a Momentum elnöke. És ezzel én most nem Gelencsér Ferencet akarom bántani, aki jelen pillanatban a Momentumnak az elnöke, hanem nyilván ezt a kérdést már mástól is megkapta, de azért érdekes az, hogy, 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 hogy a Momentum arca Donátanna, amikor a Momentum év, illetve jövő értékelőbeszédet értékelő beszédet tart, rendezvényt tart, akkor Donátanna a főszónok, amikor plakátkampány van, akkor Donát Anna látható a Momentum képviseletében. Hogy ez valóban nem okozhat zavart, akár a támogatói körében is, hogy, hogy mintha a formális és az informális hierarchia nem teljesen esne egybe a Momentum esetében. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és persze ezt a kérdést sokszor megkapjuk, és mindig újra és újra el is kell mesélnünk, el kell mondanunk, ha, vagy, hogy mi a, mi a valóság. Mert hogy ez belülről nézve nem annyira eget rengető, mint ami kívülről tűnik. Tehát, hogy nem, nincs párhuzamosság, nincs informalitás és formalitás közötti különbség, csapatmunka van. Momentumon belül szokták, tehát szokták kritizálni azt, hogy miért ilyen gyorsan, vagy miért, miért váltottunk ennyiszer elnököt. Igen. És én akkor mindig emlékeztetnék mindenkit, hogy nálunk senki nem leszámolásnak a, 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 az áldozata. Fekete nem mondott vállalva egy politikai felelősséget, és én azt gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amit semmik másik pártnál nem láttunk még. Én nem indultam újra, mert gyermekem született. Most éppen Gelencsér Ferenc viszi a hátán azt a nagyon-nagyon kemény feladatot, hogy pártot építsen, hálózatosodjunk, közösséget egybe tartsuk. Kívülről ez úgy tűnik, mint hogy egy párt ez létezik, indul a választáson, és örüljön, hogy létezik. Miközben a hétköznapokban egy párt életét vezetni, nagyon-nagyon kemény feladat, ezért sem tudtam újraindulni egy új szület mellett. Úgyhogy nálunk teljesen egyértelmű és tiszta a feladat leosztás. Mindenki azt csinálja, ami, 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 ami a legjobban tudja jelenleg. És hát miután most már nem is titok, hogy az Európai Parlamenti Listánkat is Ugye. én fogom vezetni, azt gondolom, hogy így most már még érthetőbb, hogy miért pont én adom az arcomat a, a, a politikánkhoz. Hát már csak azért is, mert szívfelélekkel hiszek ebben a politikában, ennek a, a tartalmi részének a, a megvalósításában, létrehozásában. A kezdetektől fogva részt veszek nagyon-nagyon tudatosan is, nem véletlenül írtam a cikkeket, akár a magyar Ugye. hang hasábjain is, illetve az online felületén, ami nagyon köszönöm, hogy, hogy le is jöttek ezek a cikkek. Nagyon fontosnak tartom ezt a fajta közéleti közös gondolkodást. Úgyhogy nem, Gerencse ferenc közösen mindent megteszünk azért, hogy a momentum közössége ne csak belülről legyen átélhető, hanem kívülről is egy, egy biztos bizalomra alkalmas alternatívaként jelenjen meg a választók számára. Ha politikustól ilyet, ilyet szoktunk kérdezni, akkor általában az a, az a válasz, hogy, a, hogy a, nem a pozíció a legfontosabb. Ettől függetlenül talán most megkerülhetjük ezt, és én, én azért rákérdeznék arra, hogy egyrészt azért pártelnöki ambíciói vannak-e, tehát el tudja elképzelni azt, hogy valamikor, akár a közeljövőben, e, nyilván úgy, hogyha demokratikus választás útján megpályázza ezt a posztot és elnyeri, akkor akkor ezt vállalni, -e szívesen. És nekem most hirtelen eszembe jutott egy másik e, pozíció is. E, ugye két választás lesz e, e, jövőre, június 9-én Magyarországon, e, ugye a Fidesz döntésével végül is, amit a parlamenten keresztül vert, ugye egyszer lesz e, önkormányzati választás és európai parlamenti választás. És nyilván ismeri a mediának a fővárosra vonatkozó felmérését, ami egyrészt arról szól, hogy Karácsony Gergely munkájával a többség inkább elégedett a fővárosban, de ott a rokonszem indexet is mértek, és ugye ott egy érdekes eredményt láttam, hogy a Karácsony Gergelynél 50 pont volt, és Donát is feltették erre, és, és 48 eh, pontos szerepet, megelőzve egyébként Tarlós Istvánt is, aki ugye 45 eh, eh, pontos rokon szem szer rendelkezik. Amikor ezt látta, akkor nem gondolkodott el azon, hogy lehet, hogy egy kicsit pályát is érdemes lenne módosítani? Hála a jó égnek, az én eredeti pályám és, és, és hivatásom az a szociológus, úgyhogy amikor ilyen közönkutatásokat találkozom, akkor valószínűleg más szemmel is nézek ne. És azt gondolom, hogy, hogy fontos lenne erről beszélni, hogy, és edukálni az embereket is, illetve a néha úgy érzem az újságírókat is elnézést ezért a kifejezésért, hogy hogyan érdemes a számokra nézni. Nem mindegy, hogy hogy tették fel azt a kérdést. nem. én nagyon örülök ennek az ilyen visszajelzéseknek, ezek szerint akkor jól csinálom a munkámon, bár, a, bár a a, 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 legsikeresebb politikusok általában a legmegosztó politikusok, tehát ez is egy csalók a dolog tud lenni, hogy, hogy a kedveltségből induljunk ki, de nyilván egy politikusnak célja, hogy kedveljék, különben nem fognak rá szavazni. De, de a kérdés az, hogy hogy tették fel magát? a kérdés. Azok, akik ilyen magas pontot adtak nekem, nem biztos, hogy arra a kérdésre adtak választ, hogy mennyire szimpatikus önnek Donát Anna, mint főpolgármester. Igen. Tehát nem az volt a mögött a kérdés mögött, hogy milyen pozíció Illetve a másik, mert erről olvastam én is különböző elemzéseket, hogy ha már ennyire közkedvelt vagyok Budapesten, miért ne indulnék el. És ebből a gondot menő egy dolog hiányzik. Miről szól a főpolgármesterség? Miről szól a polgármesterség? Városvezetésről. Én szeretnék egy olyan politikai kultúrát megvalósítani, ahol a pozíciók nem egyszerűen címkék, nem úgy tekintünk egyszerűen a főpolgármester, hogy ez a, leg, a legnagyobb közvetlen befolyással bíró pozíció, hiszen egyedül a főpolgármestert választják több mint egy millióan közvetlenül meg Magyarországon, hanem, és emiatt úgy tekintünk erre a pozícióra, hogy gyakorlatilag a miniszterelnök mellett az egyik Igen. legfontosabb, hanem azért ne felejtsük hogy a főpolgármesternek induljon az, aki a fővárost szeretné irányítani, a benne lakók életét minden, a mindennapjait jobbá tenni, úgy, hogy közben pontosan tudjuk, hogy Magyarország Budapest fejű, az, ami Budapesten történik, az egész Magyarországra kihat, a Budapesten történő gazdasági, kulturális változások az ország egészére kihatnak, tehát ez egy nagyon fontos feladat, de sose felejtsük el, hogy alapvetően az itt élőknek a mindennapjairól szól. Én jelenleg uh, uh, európai parlamenti képviselő vagyok, és most már nyilvános, hogy az európai Igen. parlamenti listánkat is fogom vezetni. Ez épp annyira egy nagyon fontos feladat, um, és, és, és azt gondolom, hogy mindenkit, akit kedvelünk a politikai irányban, hiszen manapság nem olyan, nem olyan könnyű ezen, a térfelem, vagy ebben a versenyszámba kedveltnek lenni, és teljesen megértem a választókat, hogy, hogy így gondolkodnak, de, de nekünk az a feladatunk, hogy, hogy mindenki ott teljesítsen, ahol a legjobb, ahol a legtöbbet tudja hozzátenni ahhoz, hogy végre egy, egy, Európában elismert, az európai politikában mozgó és egy, egy, egy demokratikus, élhető magyar országot szeretne megteremteni. Azt hiszem, ez a kérdés már nem korai, és, és talán következik is abból, amit, amit, amit elmondott, hogy ezek szerint a Momentum elégedett Karácsony Gergelyel is, nem nagyon lát most a más lehetőséget, mint hogy jövőre is őt támogassa az önkormányzati választáson. Én azt gondolom, hogy, hogy a Karácsony Gergely munkásságának nagyon sok enelme van, amit, amit ki kell hangsúlyoznunk, hogy jó eredményeket érte, más párthoz tartozunk, tehát nyilvánvalóan a kritikus érünket nem fogjuk tartni, amikor, amikor úgy gondoljuk, hogy nem. De mégiscsak ne felejtsük el, hogy 19 óta közösen vezetjük ezt a várost, ugyanúgy ott van ebben a momentum is, és persze ez egy, ez egy külön beszélgetésnek a témája is lehetne, hogy szállalizzuk ki, mi minden történt Budapesten, és mit lehetne jobban, mindig lehetne dolgokat jobban csinálni. Én alapvetően elégedett vagyok, Karácsony munkásságával vannak kritikus pontok az én értékelésemben is. Az, hogy hogyan menjen tovább Budapest jövője, az egy, az, az egy következő beszélgetés lesz, de 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 én önmagában szeretném, hogyha az lenne mindenki szem előtt, hogyan tudjuk megőrizni Budapestet, mint az ellenzék fellegvárát, hogyan tudjuk folytatni azt a fajta nyílt, progresszív és zöld szemléletet, ami az elmúlt években elkezdődött Budapesten, mert én budapesti lakosként is én egy ilyen városba szeretnék élni. Hát ha megnézzük a felméréseket, akár ezt az már idézett medián felmérést, akkor azt látjuk, hogy, hogy, igazából az ellenzék csak elbukni tudja esetleg a főváros. Tehát, hogyha nem követel nagy hibát, akkor, akkor gyakorlatilag nem szólom, hogy biztosra vehető, de nagyon jó eséllyel többséget tud szerezni, és ugye vagyis hát a főpolgármesteri posztot is meg tudja szerezni. Ugyanakkor ugye volt már egy egyeztetés az önkormányzat, nyilván nem csak Budapestről, hanem általában a, 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 a teljes választásról. Az ellenzéki pártok egy része vett ezen részt, ugye nem vett részt a ők mondjuk az ellenzék alatt most ugye, abból mondjuk kiveszem a mi hazánkot, kiveszem a, a két farkó kutyapártot, tehát hogy azok a pártok, akik ugye egy évvel ezelőtt a parlamenti választáson együtt indultak, most, Igen. most róluk beszélünk, ellenzék cím szó alatt, tehát ezzel nem vett részt a DK és nem vett részt az LMP. A momentum, illetve ön személy szerint szükségesnek tart egy országos politikai megállapodást az ellenzéki pártok, érintett ellenzéki pártok között az önkormányzati választásról, nyilván az EP-választás az egy külön történet ez létre fog jönni, és ha nem, akkor, akkor, mit lehet úgymond az ellen tenni, hiszen azért például a DK és a főpolgármester között azért elég kemény üzenetváltások voltak. Már a DK azt fölhívta a figyelmét arra ugye a főpolgármesternek, hogy hát a demokratikus koalíciónak van a legerősebb frakciója a fővárosi közgyűlésben, tehát ezzel mint egy, hát ezt akár valamifajta fajta is fel lehet fogni, ami a politikában nem szokatlan dolog a választási törvényből kiindul, vagy 19-es modell sikeréből kiindul. Én azt gondolom, hogy, hogy ez az bármilyen ide-oda szólogatások vannak, hogy, egy, hogy mindenképp közösen fogunk indulni az önkormányzati választáson. Ez a közös indulás azért tegyük hozzá, hogy, hogy már 19-ben is város vagy településtől függően volt koordinálva, közös egyesületi indulás, előválasztásos előversengéssel, tehát mindenre láttunk példát. Szerintem ez most sem lesz máshogy, és természetesen ennek a részleteit meg kell beszélni. Azzal sincsen semmi gond, hogyha a pártelnökök leülnek egy asztalhoz, és, és, közös megértésre jutnak. Nyilván persze nagyon izgalmas ilyenkor a kulisszatitkokra rákérdezni. Volt egy első körös leülés, semmilyen döntés nem született, hiszen el kell elindítani egy ilyen folyamatot újra egy asztalhoz ülni, sem annyira könnyű, főleg egy olyan kudarcos választási együttműködés után, mint a 22-es, ahol azért így ne felejtsük el, hogy már a választási éjszakáján sem voltunk mindannyian ugyanazon a színpadon. Van honnan visszatalálni, és nem csak közös érdek miatt, hanem főleg a választópolgárok érdeke az, hogy az önkormányzati választásokon ne egymás torkának ugorjunk, már csak azért sem, mert az ország ebből a szempontból nagy, nagyon sok embernek van szüksége a mi képviseletünkre, úgyhogy nem mindenhol van mindegyik párt ugyan erővel jelen. Tehát, hogy alapvetően a koordináció már csak azért is kell, mert, mert, mert sok, sok helyen csak így fogunk tudni elindulni az, amilyen összeszólángatások vannak, az pedig sajnos, nem sajnos, nem kéne erre ilyen rossz szemmel nézni, a pártpolitikának a magája, az, egy verseny van, oda-oda szólongatások vannak. Ez, ez a hétköznapoknak a része. Tudom, hogy van ez a, a választók szem, egy részében ilyenkor mindig elbizonytalanodást okoz, hogy jaj, már megint veszekedtek. Ez nem veszekedés. Ezek oda szólongatások, erőfitoktatások. A nap végén az az akarat fog megvalósulni, ami a választói oldalról megszületik. Úgyhogy ilyenkor mindig azt szoktam mondani fórumokon, hogyha ha választópolgárok oda jönnek hozzám, hogy bármit is látnak, sose felejtsék el, hogy a politikát végsősorban ők maguk is irányítják, hiszen ha megszületik egy választói akarat, az a pártok nem fognak szembe menni. Az együttműködés 19-re való ráállása is annó innen indult egy választói akaratból. Úgyhogy Úgyhogy ezen ne ijedjenek meg, hanem, hanem, hanem az önkormányzati választások esetében nagyon fontos az, hogy a helyi lakosok öntudatosan is álljanak ki azok mellett a jelöltek mellett, akik számukra fontosak, és úgy, látják, hogy beágyazottak, és a helyi akaratot akarják létrehozni, vagy képviselni, hiszen ne felejtsük el, hogy ugyan mindenben már nagy országos politikát és rendszerelenzékiséget és buktatásokat láttunk bele. Az önkormányzati politika elsősorban helyi politika, nagyon-nagyon-nagyon fontos szint, akkor is, hogyha méltatlanul keveset beszélünk róla, és ha Ezer példát fel tudnék hozni, de most ha említsek momentumos példákat, akár Nyilatiklája, Baján, vagy uh, Soproni Tamás Terézvárosban, piciben, Kerületi, illetve városi szinten meg tudják mutatni, hogy milyen a jó kormányzás, hogyan tudják az emberek hétköznapjait sokkal élhetőbbé tenni, még egy ilyen elnyomó, gyűlöletkeltő rendszer kellős közepén is. Úgyhogy ezúton üzenem mindenkinek, hogy tekintsünk így az önkormányzati választásokra, és nem mindenbe keressük mindig a nagy politikát, akkor sem, ha pártok néha az önkormányzati szinten keresztül üzengetnek egymásnak. Egyébként ugye amikor a Jászberényi választás volt, akkor utána arról szó esett, hogy hogy ott a siker receptje az volt, hogy, hogy gyakorlatilag a párt logók azok teljesen a háttérbe szorultak. Nem tudom, hogy ez mennyire lehet egy sikeres modell. Ugye most módosította a parlament újfent a választási törvényt, és ez most érinti az önkormányzati választást. Még inkább hát az összefogás felé tereli egyébként az ellenzéki pártokat, hiszen, hiszen az önálló lista, kompenzációs listaállításhoz lista, lista megnövelt a, a szükséges képviselői jelölteknek a, a számát ez a civilek bevonását ez nem ne fogja megnehezíteni, hiszen ők szokták hangsúlyozni azt, hogy, hogy, hogy új alapokra kellene helyezni az ellenzéki pártok és a civil szféra viszonyát is, tehát hogy jobban érdemben be kellene őket vonni. Ez viszont nagyon a párt logika felé löki el az egész rendszert, hogy ez nem egy csapda helyzet. Annak tűnik, és nyilvánvalóan nem örülünk ennek a módosításnak, mert megint felülről akarnak bele beleotrojálkodni valamibe, ami eddig már működő rendszer volt, és nyilvánvalóan minden egyes olyan lépés a választási törvényes szemben, ami irányít egyfajta. Magatartás felé az erőszakos és az nem a szabad demokratikus választások irányába mutat. Ettől függetlenül persze most megint nehezetitek egy, egy fokot, de nem lehetetlenítették el. Én nem gondolom, hogy ettől meg kéne ijedni, más közös stratégia kidolgozására kényszerít minket. Ennyi. A, a, civilekkel való együttműködését megint egy érdekes dolog, hogy mikor, hogy használjuk a civileket. A civileket, mint, mint alapítványok vagy egyesületek, akik akár kulturális, akár emberjogi, akár ilyen területen működnek, versus civil szervezetek, akik amúgy önkormányzaton indulnak. Én itt azért választani, különösen az egyik kifejezetten politikában uh, mozog, a, a többiek pedig, uh, pedig, pedig a politikán kívüli pályán, nyilván politikai témákkal. Um, és azért választanám kettő-ketté, uh, mert aki mert, 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 mert ilyen szempontból számomra, aki politikával foglalkozó civil szervezet, az épp olyan uh, uh, politikai um, társ, mint mint egy politikai párt. Nyilván más, hogy rendeződnek, és más a célkitűzésük. Általában ezek a, az egyesületek a helyi érdekérvényesítésről szólnak, ami zseniális. Um, és épp ezért Számomra ők nem kevesebbek vagy többek, hanem épp olyan szereplők, akikkel le kell tudni ülni. Ahogy mondtam az előbbi, számomra nagyon fontos az önkormányzati szint és a momentum számára, hogy ezt komolyan vegyük, és ezért nem le kell tolni mások torkán a pártlogókat és a pártpolitikát, hanem meg kell találni az együttműködésnek azt a részét, ahol a helyiek tudnak ebből a legjobban kamatozni. És erre Jászberény egy nagyon szép példa. Jászberényben nyert momentumos képviselő is. Nem az volt a kérdés, hogy kifele kinek a logója játszik jobban, hanem kik azok az emberek helyben, akik együtt tudnak működni a helyi jó érdekébe, kik azok, akik helyben annyira beágyazottak. Nem egyszerűen legyen benne egy momentumos volt a Jászberényi modellben például, és bocsánat, hogy mindig a momentum szemszögéből mondom, de szerintem ez az én feladatom, hanem egy olyan helyi lakos, aki mellette momentumos. És szerintem, hogy a Jászberényi modellt nem szabad félreérteni és rosszul átültetni a nagypolitikára. A Jászberényi modellnek a legnagyobb üzenete hogy a választók akár két kétharmantal is azt a, az, azt a csapatot fogja megválasztani egy ilyen elnyomó rendszerben is, akikről leginkább elhiszi, hogy a helyi érdekeket képviselik, mert ismerik őket, mert ott laknak, mert az érdekli őket. Nem egyszerűen odaejtőernyeztették őket, nem egyszerűen ugródeszkaként használják a polgármesteri széket, hanem miattuk teszik. És aki ezt nem veszi komolyan, arra a helyek nem fognak szavazni. Nem véletlen az, hogy a Jászberényi modellben sem mindenki vett észre, részt, bocsánat. кі like, um, uh, visszaúrnék az időbe is a kezdetekről és beszélni, hogy, hogy, mi volt az, ami a politikai pálya felé lökte. Ugye szociológusként végzett, aztán ugye Amsterdami Egyetemre járt, az Európai Bizottság mellett is dolgozott gyakornokként, hogy itt a családi örökség volt, ami, 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 meghatározta, hiszen az édesapja is, a nagyapja is politikai tisztségeket viselt, tehát akár egy politikus dinasztiaként is beszélhetnénk önökről. Tehát, hogyha mondjuk például ez nem lett volna, akkor, akkor lehet hogy nem választotta volna a, a, a politikusi pályát? Vagy ez annyira erős késztetés? Máshogy, ha ez sőt. nem lett volna, lehet, hogy akkor hamarabb választom a politikusi pályát. Tehát, hogy ezt, ezt sokszor félreértik, ha az ember valamibe bele szocializálódik, annak vagy magával húzza, Igen. vagy pedig elkezdi taszítani. És akkor nem olyan időszak, amikor. Hát taszító? persze, tehát én kisgyerekként éltem meg, hogy milyen az, amikor az emberi, ember édesapján állnan úton van, és, és mindig mindenhol felismerik, tehát egy nyaralni nem lehetett elmenni, vagy az utcán végigmenni. Tehát ennek az azért gyerekszemmel vannak árnyoldalai is. Nem ez, nem ez vitt engem a politika felé. Engem amúgy már az életem alatt többen megpróbáltak befűzni, és akkor nevetve elhesegettem el el ma már nem létező pártokat, ha jól emlékszem, az SZDSZ ifjúsági szervezete is megkeresett, az MDF ifjúsági szervezete is, tehát hogy nem, a politika engem nem önmagában vonzott be, vagy nem amiatt, hogy ezért nem szeretem ezt a kifejezés, hogy politikus dinasztia, mert mert ez, ez megint Amerikából importált kifejezés, Igen. ahol tényleg arról ahol van szó, hogy negatív, ő, tehát... ne, egyáltalán nem negatív, és ráadásul teljesen tudatosan, mint a jogász dinasztiák, vagy az orvos dinasztiák, egymásnak adják a stafétabotot. Um, az én esetemben nem erről van szó. Én, én én világéletem, tehát amikor megtaláltam a szociológiát, és azon belül én itt van az eltén kisebbség szociológiára szakosodtam, majd Amsterdamba etnikai és, 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 migrációs tanulmányokat folytattam, tehát ez egyre inkább a szakosodás, nem belüli szakosodás. Engem mindig is a, a, az érdekelt, hogy hogyan tudok, tehát olyan szakmát kerestem, ahol a, hogyan tudok hangot adni és érdekkérdésíteni azok számára, akiket a leginkább elnyomnak és a legkevésbé hallják meg? És szerintem a, ez nem csak magyar, hanem európai világszinten is. A kisebbségek védelmében találtam meg ezt a, ezt a szakmaiságot, ezt a, ezt a hivatást. Én amúgy, még mielőtt a bizottságnál gyakornokoskodtam volna, én hágában pakisztáni vallási kisebbségek érdekvédelmével foglalkoztam. Úgyhogy számomra nem csak magyar kisebbségi kérdésben fontos. És nyilván ez, az, hogy ezt az utat megtaláltam, vagy ezt a hivatás tudatot megtaláltam, ez nem elválasztható attól, hogy egy gyülekezetben nőttem fel, hiszen édesapám elsősorban lelkész, és a lelkészi hivatáson keresztül, a gyülekezeti léten keresztül is, azt láttam, hogy annak kell segíteni, aki a legnagyobb bajban van. A mellé kell kiállni, aki a legnagyobb bajban van. És számomra a politika is erről szól. Én azért involválódtam a politikába, mert amikor hazaköltöztem 7 év hollandiai lét után, és a civil szférába helyezkedtem el, menekültügyben, ez sem titok, amikor a, amikor a rendszer elkezdte szorongatni a civil szervezeteket, a civil törvényel, a stopsorossal, és gyakorlatilag a minden már arról szóltak, hogy, hogy, hogy a munkám helyett az a munkám, hogy életbe tartsak egy szervezetet, akkor azt mondtam, hogy ez az a pont, akkor ezt most már politikai szintre kell vinni. És hát közben az életembe bejött a momentum, ami egy teljes, mondhatni véletlen, nem véletlen gyerekkori jó barátom, Mécs János azt mondta, hogy kérdezte, hogy nincs -e kedvem elmenni egy hétvégére politizálni a barátaival. Ez volt a momentum első nyári tábora, és akkor egy nagyon-nagyon jó, élő, összetartó közösségbe csöppentem bele nekem eszem ágában nem volt politizálni. Akkor fogalmam nem volt, hogy alapvetően a Momentum előtt utóbb pártá fog alakulni. szimpatikus volt, vagy vonzó. A, ugye ez a Momentum kezdete, ugye ez a, ez a Nolimpia kampány. Ez még az előtti, ez 2016 nyara. Igen. Ez 2016 nyara, amikor tényleg még csak egy irodánk se volt, hanem lakásról lakásra jártunk, és kocsmáról kocsmára, Igen. ahova beengedtek minket beszélgetni mi vonzott ebben. Egy nagyon-nagyon különböző helyről érkező fiatalok, nyilván ezért ez egy, ez egy szűk mag volt, tehát hogy alapvetően nálunk is tudom, sokkal párhuzam rég, rég múlt a kapcsolatban, de, de leginkább szakkolégiumokban összeszervezett baráti társaságok találtak egymásra. Én az Elde tudományi, az Angelus Robert tudományi szakkollégiumban jártam korábban, de voltak bibósok, rajkosok, a szakkolégistákról tudni kell, hogy ez egy összetartó közeg, tehát ha egy valakit behúz valami jó, akkor, ho, akkor hozza a többieket is. Plusz nagyon sokan voltunk, akik külföldről tértünk haza, vagy éppen akkor külföldön tanultunk, tehát a Momentum első közösségei, most már helyi szervezetei külföldön jöttek létre. Nekünk előbb volt európai hálózatunk, mint országos hálózatunk, ciki vagy nem ciki. A mai napig nagyon-nagyon fontos lába a Momentum építkezésének a külföldön élő fiatalok és a külföldre költözött nagy tudású, magasan képzett fiatalok vissza integrálása a magyar közéletbe, és, és hogy akarjanak a magyar viszonyokba segíteni Nekünk egy demokratikusabb országnak a létrehozását. Úgyhogy mi vonzott? Az vonzott, hogy itt van egy halom fiatal, aki, aki épp úgy nem akarja elfogadni azt, hogy a nerbe kell élnünk. Hogy amikor én azt mondtam, hogy bocsánat, én egy országot szeretnék építeni, ahonnan nem kell elmenni, ahová érdemes visszajönni, hiszen én egy olyan fiatal voltam, akit nem a rendszer üldözött el, de ami, amikor külföldön éltem, közben a rendszer elrohadt itthon. És ez a just is, nem, te, te, engem nem fognak elkergetni többet. Én hazajövök, mert ez az ország az enyém. És csak azért, mert élhetetlenné válik, ez nem jelenti azt, hogy akkor nekem kellene menjen el az, aki élhetetlenné tette az országot. És ez, a, ez az önfejűség közöttünk, hogy mi just is, nem, ez a mi országunk is, minket innen nem lehet elkergetni. Ez hozta össze a Momentum közösségét. É. Egy kérdés, hogy még itt a családi örökségén maradnék, hogy ez egyébként előny vagy hátrány a, a politikusi tevékenységében, hiszen azért Bizonyos értelemben támadási felület is, ugye édesapján keresztül ugye konkrétan támadták is önt, és ugye olvastam ziket, ami ugye a nagy apja életútját idézte föl. Ugye önök nem is ismerhették egymást, hiszen akkor Donát Ferenc már nem ért, amikor megszületett. De hát az ő életútja azért az meglehetősen ellentmondásos, és egyszerre volt ugye a, a nagy Imre per másodrendű vállalatja, Rákosi alatt, Kázár alatt is volt börtönben, de azt megelőzően azért a kommunista rendszer kiépítésében is ugye vállalt szerepet, vezető volt a magyar azok pártjánál. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez, az örökség, ez ez, 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 egy teher, vagy valami fajta inspirációt ad? Szerintem semmilyen családi örökség nem teher. Sose szabad erre így tekinteni. Én mindenképp azt gondolom, hogy, hogy ez egy elképesztő nagy ajándék, és egy hatalmas felelősség, és egy nagy kihívás, amikor, amikor az ember családi történetében egymást követik a történelmi szereplők, vagy a, vagy a, vagy a társadalom alakításában meghatározó életúta rendelkező szereplők. Én nem olyan rég tudtam meg, teljesen véletlenül, hogy majd vagy napra pontosan 9 hónappal a nagyapám halála után születtem. Úgyhogy személyesen őt már nem ismertem. Nem tudtam feltenni neki Igen. ilyen típusú kérdéseket. És számomra ettől függetlenül a nagyapám mindig a nagyapám marad. Nem egy történelmi figura, hiába tanultam róla a, a, a gimnáziumi történelmi könyvek lapjain keresztül is. De, de én azt gondolom, hogy mindenképp előny. A szocializáció az nem csak akkor kezdődik, amikor az ember már él, és nem csak azokon keresztül, akiket az ember körülvesz. Erről egyre többet beszél a, a, a pszichológia tudománya is, az örökölt sors, amit orvostott Noémi honosított meg a hétköznapokban is, mint kifejezés. Örököljük a szocializációt, örököljük a családi történeteket, és az, hogy mi ment át a család. És, és amennyire erre lehet teherként is tekinteni, annyira lehet előnyként is. Olyan tudásra tettem szert, szívtam magammal a, a, a családi történetekkel, a családi asztalok mellett. Olyan emberek kerültek az látok látókörömbe, akkor is, amikor olyan pici voltam, mint most, mint a fiam, tehát emlékem nem lehetett. Olyan beszélgetések fültenői ami volt, amit most nem tudnék visszaidézni, ami formálta a gondolkodásomat, formálta a, a verbalitásomat, formálta az élvrendszeremet, és ez mindenképp előny. Min, minden különböző féle szocializációk vannak, a politikai szocializációnak ez a fajta megélése is elképesztő előny, amit, amit én most próbálok a lehető legjobb értelembe használni. És, és én nagyon-nagyon örülök annak, és nagyon köszönöm a felmenőimnek, hogy, hogy ezt az előnyt, mint a, aminek az is a része, hogy mindig olyan könyves polc vett engem körül, ahonnan olyan könyveket kellett levenni, amit másoknak el kell menni a könyvtárig érte. Tehát a tudás maga is ott volt, de hogy emellett olyan beszélgetéseket és olyan emberi kapcsolatokat is kaptam, mint például, hogy Mécsi Imrét én a gyerekkorom óta ismerhettem volna, és én nekem egy nagy fájdalom az ő elvesztése, de rengeteget tanultam tőle is, vagy akár Göncz Árpádtól, Csak hogy pár nevet mondjak, de a kulturális erit, írók, műfordít. A szigligeti alkotóházba töltött gyerekkorok, miatt nekünk ott van egy parasztházunk, és mindig lejártunk az alkotóházba. Ezek, ezek, ezek formálják az embert, és, 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 és anélkül, hogy tudatos emlékem lenne, nagyon sokat kaphattam tőle, és nekem felelősségem ezt használni. Nyilván ennek a másik oldala az, hogy állandóan van egy ha, ha az apád, ennyi mindent le tudott tenni az asztalra. Ha a nagyapád ennyi mindent le tenni az asztalra, akkor már az elvárások is magasabbak. Ezt az örökséget én viszem tovább, próbálok megfelelni, és, és, és ugyanolyan jót letenni az asztalra, és amikor meg támadnak, ellentmondásosság, melyikünk élete nem ellentmondásos? Mindannyiunk fiatalkorától időskoráig rengeteg mindenen átmegy, nagyon sokszor változik a véleményünk, a hozzáállásunk, és én nem kikerülöm ezeket a válaszokat, hanem azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenkinek így kéne hozzáállnia. Nem az én dolgom megítélni a szeretteim, a családtagjaimnak a, a, a politikai pályafutását vagy történelmiségét, hiszen én objektíven soha nem fogom tudni. Nekem, tehát ők a családtagjaim se nem feladatom, se nem kötelességem, ez, 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 egy, ez egy intim kérdés, de, de azért azt ne vitassuk el, hogy az ő szerepe mind 56-ba, mind utána a, a, a demokratikus ki megmozdulások és annak az háttér irányításában elvitathatatlan, a, ami, ami elvezetett minket a rendszerváltáshoz. És számomra az egyik legfontosabb örökség, amit a nagyapámtól kaptam, mindenki, aki ott ült, aki mellette ülhetett, aki vele beszélhetett, és részt vett a rendszerváltásban, azt mondja, hogy ő volt az a figura, aki képes volt integrálni a lehető legkülönbözőbb embereket, akik ugyanúgy rendszert akartak váltani, de egymással nem voltak hajlandóak szóba elegyedni. Én ezt, a, ezt az örökséget szeretném leginkább továbbvinni, és ezzel a belső tűzzel um, Alapítom akár meg a Holnap Mérországa Egyesületet, és én halálkomolyan gondolom azt, hogy kell egy platform, ahol a civilek, az értelmiség, a szakemberek, a politika egymásra tud találni, és én szeretnék az az ember lenni, aki képes ezeket a nagyon-nagyon cselekvő, nagyon jó embereket. Egy asztalhoz ültetni, mert így fogjuk tudni az elnyomás rendszerét, ezt a gyűlöletkeltő rendszert lebontani. Nem úgy, ha állandóan egymás munkásságába belekötve, hogy eddig jól csinálta, de ehhez már nem értesz. Mindannyian máshoz értünk, és hogy mindenkinek megvannak a határai, egyikünk se tökéletes. De ha végre ezeket az eszköztárakat összetudnánk rakni, és mindenki azt tenné bele, ami az a legjobban ért, az újságíró, a civil, a, 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 a kulturális elitre, a gazdasági elit és a pártpolitikus, hiszen mindannyian egy ugyanilyen szabad versenyben, ugyanegy szabad demokráciában szeretnénk élni, akkor fogjuk tudni levontani ezt a rendszert. Úgyhogy nagyon sok a munka előttünk, és a családi örökség ebben szerintem előny, hiszen láttam erre példát, hogy ez megvalósítható. Mondta, hogy a, a családjáról a felmenőkről ugye nehéz objektíven beszélni, nem is elvárható talán. De politikusként azt gondolom, hogy az, arról a politikai közösségről, aminek, aminek a része, az, az talán hát hasznos, hogyha nyilván valaki benne van, akkor persze, hogy elfogul, de hogy, de hogy talán kívülről is tudja látni azt a politikai erőt és annak a politikának a mozgását, lehetőségeit, jelen esetben a momentumét. És ugye, ha fölidézzük a momentumnak a, az eddigi történetét, akkor ugye volt egy egy sikeresnek mondható kezdet, ugye egy, ez az ez a, Olimpia kampány, ami persze bizonyos bélyeget is rárakott a momentumra, tehát a kormány oldalról ez az álomgyilkosság, de most erről nem szeretnék nagyon beszélni. Ugye volt a 18-as választás, ahol ugye elindult a Momentum, de nem sikerült elérni, bejutni a parlamentbe. És itt volt a 2019-es európai parlamenti választás, ami a, a nagy kitörése volt a, a Momentumnak. ugye Két európai parlamenti képviselőjét is megszereztek, és ez meghaladta a várakozásokat, tehát az elemzői várakozás azért, és ugye a, egy 10% körüli eredményt sikerült elérni. Ugye azt nem tudjuk miután összefogás volt 2022-ben, hogy, ha mondjuk külön lehetett volna a momentumra szavazni tavaly, akkor hány százalékot értek volna el. Nyilván itt most a közelménytotásokat lehet valamennyire megnézni. És nekem most nagyon úgy tűnik, hogy ha ezt kívülről nézzük, akkor azt látjuk, hogy igen, volt egy jó ötlet, aztán volt egy olyan a momentumnál, hogy fiatalos, friss erő, amibe esetleg a választó sok mindent bele tud gondolni, képzelni, és akkor behúzza rá az X-et, de hogy ez a 10% körüli, vagy talán picit magasabb támogatás, egy, egyfajta üvegplafon is lenne jelen pillanatban a, a, a momentumnál. Tehát, hogy én az, én az a kérdésem, hogy, hogy 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 mi az a terv, ami alapján úgy gondolják, hogy ezt az üvegplafont át lehet törni, mert még egyszer mondom, jelen pillanatban eléggé egy irányban mutatnak ezek a felmérések, hogy hogy hát, hogy úgy nagyjából úgy, 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 úgy csúnya szóval, de megrekedt ezen a szinten a momentum. Tehát ez a, ez, a, ez a fejlődési ív, mint hogyha megtört volna. Egy ideje. az üvegplafont is annyira sokszor kezdtük el használni, hogy ilyen farkas kiáltásként nem jó. Tehát, hogy akkor használjuk az üvegplafont, amikor a tartalmát is hozzá tudjuk tenni, de mindjárt elmondom, hogy miért. Már egyből be fogom tudni bizonyítani, hogy miért nem, miért nem fogok sokan fognak az várni, hogy ez nem egy objektív elemzés, de hogy be a közösség részeként én teljesen máshogy látom ugyanezt az idővonalat, és szerintem mind a kettőben vannak igazságok, és nem az a lényeg, hogy én hogyan látom, hanem a választók hogyan látják. Elinke, elkezdtük a olimpiával. A, szerintem az nem egy sikeresnek mondható, hanem egy borzasztó nagy siker volt. Ellenzéki oldalon a NER megszületése óta nem volt akkor a siker, mint a olimpia. Valahogy ez lett a mi átkunk is, hogy a legelső politikai cselekedetünk egy olyan dolog volt, amit senki az ellenzék oldalon nem tudott korábban létrehozni, nemhogy akarva, akaratlanul sem, pedig sokkal több pénz, a fegyverszervezetség állt, 120 tagú Momentum közösség volt emögött. És azt hiszem, és nem akarok kérséget mondani, 12 millió forint, amit Közösségi finanszírozásba szedtünk össze. Ebből is látszik az, hogy nem feltétlenül ezen múlik, hogy egy jókor kell lenni jó helyen. A politika szerintem olyan, mint a szerelem, nagyon sok tudatosság kell hozzá is. Ön de kell hozzá szerencse is. Jókor voltunk jó helyen, jó megérzésünk volt, és bátrak voltunk nem volt veszíteni való. De onnantól kezdve a velünk való elvá, el, el, a felénk támasztott elvárás is magasabb volt. Én emlékszem, hogy a Nolimpia számainak kiderülésének a másnapján hullafáradtam, még akkor sem aludtunk, mert akkor mulattunk aznap este. És János hatartottam egy formot, ott volt Budapest színe java, és az volt a kérdés, hogy jó, jó, jó de mi a következő? És ott álltunk, hogy most, most meg mindenki a csodába, mi a következő? 30 napra nem aludtunk semmit. Ti mit csináltatok az elmúlt? Tudom, ez egy kicsit arrogáns, de hogy elkezdtünk szervezetet építeni pártot felépíteni, nem három másodperc, főleg nem mindenféle támogatás nélkül. E, ilyenkor se gazdaság nem már, hiszen nem látták még, mire vagyunk képesek politikailag, se állami támogatás nincsen, az emberek bizalmatlanok a párt, új pártokkal kapcsolatban. Ehhez képes, és akkor a következő lépcsőfok. 18-3 százalék. Egyáltalán nem kudarc egy év alatt a semmiből 3%-os társadalmi támogatottságot összedni, nézzünk körül az ellenzéki térfélen, vannak pártok, akinek sokkal nagyobb múltja, sokkal több állami támogatása mellett nem sikerül évek óta ezt a 3%-ot összeszedni. Úgyhogy politikai szempontból az igenis siker volt. Nyilván sokan élt, én pont nem, de a pártom is sokan élték meg kudarcosan, hiszen be akartunk kerülni a, a, parlamentbe, ez nem sikerült. Miért Sak akartunk bekerülni? Az is, is tegyük Most megint az, az, arra kért, hogy pár Belülni, igen, igen, igen. nyilván igen. társadalmilag megélni azt, hogy újra és újra kétharmad, de ha pártfejlődésre nézek egyedül, és nem azért akartunk bekerülni a parlamentbe, mert hát lehet dőlni, hanem mert a választópolgárok is úgy ítélkeznek a pártok felett, hogy ki az, akinek, aki átjutott az öt századikos küszöbön. Ez egy lélektani határ nekünk, ezért volt fontos akkor. Ehhez képest megint bebizonyítottuk, hogy az ember hisz abban, amit csinál, és ott van az utcán, is nem sporolja meg a munkát és az emberekkel való beszélgetést, akkor egy másfél-két éven belül jött az európai parlamenti választás, ahol megint csak károktak, jöttek a közvéleménykutatásokkal, háromszázalékos párt, és két képviselőnk lett. Közel tíz százalékkal. Mi hittünk magunkba, a választók hittek bennünk. A média nem hitt bennünk, a közönkutatók nem hittek bennünk, és senki, aki, aki, aki azt szerette volna látni, hogy még egy szereplő van a politikában. Nincs értem arról beszélni, mi lett volna, ha ha nincs együttműködés a ellenzéki pártok között, mert ez nem volt alternatíva a választók, megkövetelték, hogy legyen együttműködés. Mi szerettük volna, hogy az előválasztáson legyen a pártokat is mérő opció. Igen. Ezt a közösben, miután teljes egyhangúság kellett, lesöpörték az asztalról. Um, ez, a választások után az egyik tanulságom is az volt, hogy ilyet többet nem lehet, hogy hat szereplő különböző súlyjal beleszólva vétózhat, mert annak szintelen szaktalan közös nevező lesz a vége, ebből nekünk tanulni kell a jövőre tekintettel. Minket is, mint ahogy mindenki mást is, büntettek a választók 2022. áprilisra után az a fajta érzelmi csalódottság az újabb kétharmad után, hogy, hogy, ez sem segít, hogy ti együtt működtök ráadásul. Ők is érezték, hogy ez az együttműködés nem volt őszinte, hogy ez egy kényszerházasság volt. Mindenki visszaesett, mi is visszaestünk. Megint csak a szociológus énem. A közönyök kutatásokat, ami a választások óta történt, mindig kérem, hogy ne az almát a körtével hasonlítsuk, hanem a mediánkutatásokat kutatásokat egymás után, a závec kutatásokat, a tendenciákat nézzük. Bármelyiket vesszük elő, November óta a momentum 2%-kal nőtt. Ez tudom, hogy a választópolgárok szeme halottnak a csók, de ez is mutatja, hogy a momentum nem megrekedt, hanem a szépen lassan elkezdtünk építkezni. A bizalom visszaállítása, vagy a bizalom megszerzése az egy sokkal mélyebb munka. De nem véletlenül. Um, um, Vállalunk be, sőt, mi azt gondoljuk, hogy a mi az alapköve az, hogy különböző láthatóságú és különböző politikai cselekményeket kell egymás mellé rakni. Számunkra nagyon fontos volt elindítani például az EGRI népszavazási kezdeményezés, amit civilek kezdtek el, de maguktól nem tudták volna önerőből. A Momentum, egész pártja nem csak a Momentum EGRI szervezete beleállt, országos szinten kit érdekel egy elkerülő út Egerben? Az egrieket érdekelte. De ami még fontosabb, nem csak, hogy megint visszakozásra kényszerítettük, kvázi, mint a olimpiánál, hiszen nem lett végül se népszavazás, de a elkerülő út sem ott fog megépülni. Ami még fontosabb, mind a negyedik egri találkozott momentumossal beszélgetett vele. Hát nem erről szól az építkezetek végre vidéken? lépjetek ki a nagyvárosokból, és ez még mindig csak eger, és nem a falvak, de el kell kezdeni helyi ügyek, helyi képviselők, mint Jánosi Zoltán, aki a Momentumot vezeti egerben, őt most már ismerik mindenhol egerben. Ez kell nekünk az ország minden pontján megvalósítani, akkor is, ha az országos média csak azt látja, hogy hát ti voltatok már, amúgy 13%-on is volt a Momentum az EP választás követő egy évben, tehát, hogy nem a 10% volt, ott is elkezdtünk nőni, mondtuk, ezen nem mértek minket, hiszen összeállt mindenki. A választások után beesett. Ilyen a politika. Akkor lesz üvegplafon, ha egy idő után rendszeresen kijön az, hogy egy bizonyos ponton túl nem tudunk növekedni. De nekünk nem az a feladatunk, hogy a számokkal foglalkozunk, hiszen a Momentum keletkezés történétől, keletkezésétől fogva, az elmúlt mondjuk ki 6-7 évben milliószor bebizonyítottuk számokkal szemben, ha helyben építkezve, ha az utcán az embereket nem elkerülve, hanem velük együtt beszélgetve és és, és, és nem megijedve a konfrontációktól politizálunk, annak mindig meg lesz a gyümölcse. Úgyhogy mi nagyon-nagyon tudatosan készülünk az Európai Parlament és az önkormányzati választásokra is. Az, az, európai parlamenti választások fogja például megmutatni, mi a valós támogatósága jelenleg a Momentumnak. Nem a, a kutatások és nem az, hogy különböző elemzők, vagy fanyalgók, vagy más pártok mit mondanak rólunk. Majd a választópolgárok elmondják 24. június 9-én, hogy melyik pártnak mekkora a társadalmi támogatottsága. Igen, az nyilvánvalóan bizonyos értelemben az igazság pillanata lesz az ellenzéki pártok számára, vagy nagyon sok párt számára nyilván. Ahogy ez volt 19-ben is. Így van, így van. Üm, viszont a, a választókért azt gondolom, hogy üm, talán kevéssé, vagy kevéssé érdekli a választókat az, és itt most az ellenzéki, azokra gondolok, hogy az egyes pártok egymáshoz képest üm, hogy állnak, ugye valaha totálban, totál képet nézzünk, akkor azért azt látjuk, hogy, hogy hát a külön-külön nézzük az ellenzéki pártokat, de igazából ha egybe is, akkor azért a Fidesz előnye az megkérdőjelezhetetlen. És hogyha arra gondolok, hogy egyébként a, mit él át az ország, tehát a európai rekordinfláció, és még nagyon sok minden mást lehetne sorolni, akkor ez egy, nem egy nagyon kemény kritika az ellenzéknek, hiszen a, ha tankönyvszerűen nézem, akkor most, az, most most egy ellenzéki erőnek, ugye, hát ficánkolnia kellene is, és, 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 és nagyon felfele törve megelőzni a kormánypártot. És, ezt, és hát nem ezt látjuk, sőt, mintha a fordított arányosság lenne mondjuk a, a reálbérek alakulása és a Fidesz támogatottsága között, tehát hogy minél lejjebb megy a reálbér, -re, a Fidesz mint egy picit annál magasabbra megy, hogy ez, 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 ez miből fakad, és mit lehet ez ellen tenni az a, 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 a választási eredmény is azt mutatja, és erről akkor hosszabban írtam is az egyik tanulság, az átlag ember a saját sanyarú sorsát nem köti Orbán Viktor személyéhez, és az általa kor, a kormányzó a csoporthoz. Ez már a választásokor kiderült. Ezért is volt rossz stratégia, csak is kizállag Orbánozni. Um, Hiába gondolnánk azt, hogy az infláció, az energiaválság, ezek a kérdéseket ki más tehetne róla? Ha a forint gyengülésre ki más tehet, mint maga a kormány, az átlagember nem hozzáköti. Egyrészt azért, mert az a narratíva, amit kap hozzá, hogy mindig más a hibás, ez működőképes. Másrészt azért, mert nem hiszik el, ezt mondjuk ki ha fáj, ha nem, és ezzel ellen nekünk dolgoznunk kell, nem pedig hátradőlni, hogy megvan a magyarázat nem hiszik el jelenleg az ellenzék egyik pártjáról sem. Hogyha most ő lenne holnaptól hatalmon, vagy ők lennének hatalmon, akkor nem ekkor lenne az infláció. És ez a baj. Tudom, hogy ez, ez a varázstanítás, ezt, ez, általában pártpolitikusok nem csinálják. A mi dolgunk, hogy egyrészt tartalmilag ne csak mellé beszéljünk és puffogtassuk, hogy majd, ha mi leszünk kormányon, kétszázalékos lesz az infláció, és a többi. A megoldást is hozzá kell tenni, és ezek után pedig bizalmat kell építeni helyben, bizalmat kell építeni országos szinten ahhoz, hogy el is higgyék rólunk, hogy nem csak képesek vagyunk egy egy papírdarabra, hanem meg is fogjuk tudni valósítani. Ez nem egyik napról a másikra történik, főleg nem ennyire közel egy ekkora választási kudarchoz. De ezért mondom, ez a politika erről szól. A politikusnak az a dolga, hogy meggyőzön embereket, és ne ijedjen meg attól, hogy, 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 hogy időkorlátok közé van szorítva. Nekem egy másik nagy kritikám az, hogy az ellenzéki politizálás azért zsákutcás folyamatosan, mert mindig a következő választásnak a határidejét tekintve gúzsba kötve kötjük saját magunkat. 24, 24 jön legközelebb, akkor már nem lehet a mögé tekinteni, hogy mi lesz majd később. 24, 24, 24, utána majd 26, 26, 26 lesz. De ez történt 22-vel, 19 szer is sorolhatnánk ezeket, a, ezeket a dátumokat. És igen, egy politikai pártnak a választások mértföldkövei. A stratégiáját választásokhoz mm. kell kötni. De a magyar emberek, a magyar nemzet szempontjából a megoldás nem választásokhoz kell kötni, hanem egy olyan stratégia kell, ami hosszú távon innen hogyan jutunk el oda, ami mellé, ott, mellé rendeljük a választásokat is. Azaz, ha mi soha nem engedjük azt meg magunknak, és soha nem fektettünk bele abba, hogy hosszú távon a szép, lassú építkezés hova tud eljutni, mert nincs időnk erre, hiszen a következő választás, akkor soha nem fogjuk ezt az alternatívát megvalósítani. És persze, jelenleg a közönyök kutatásokban a, a, kik azok, akik válaszolnak? Az öntudatos, pártpolitikailag aktív választók. Az, hogy most melyikünket mennyire méri, az egy népvándorlás jelenleg akkor fogunk változást elérni, ha újabb szavazók, ha bizonytalanok, az egyik sehova se szavazók köréből be tudunk hozni újabb szavazókat, hiszen nélkülük nem lesz rendszerváltás, nem lesz kormányváltás. Ami most történik, hogy ki tud nagyon-nagyon előre törni, annak a kulcsa az, hogy ki a leghangosabb. Aki a leghangosabb, azt tudja a legnagyobb erőt mutatni. Annak a percepciója, hogy ő a legerősebb. Személy szerint én abban hiszek, hogy a legerősebbek akkor leszünk, ha ha a magyar emberek, ha a választók azt gondolják, hogy mi vagyunk a legerősebbek, ez viszont nem a már pályán lévő választópolgárokat jelenti, hanem azokat, akik jelenleg nem bíznak senkiben. Az én dolgom velük van. Akkor is, ha ez nem látványos, akkor is, ha ezzel nem lehet országos politikában megjelenni, akkor is, hogyha mindenhonnan azt kaptam meg, hogy visszatértél, de mégsem, mit csinálsz. Ezekkel az emberekkel való beszélgetés, a hozzájuk való eljutás nem is tud látványos lenni nem merülhet ki csak ebben, nekünk ott kell lennünk a fősodorban is, de ez nem egy elhanyagolható része a politikának. Igen, hát egyébként ugye a politikai programja van a Momentumnak, ugye a holnap a terv és nyilván akár a is belemehetnénk, de a választók ugye szokták mondani, hogy nem szoktak ugye programokat olvasni. Fidesznél ugye ez nehéz is lenne, de egyébként az ellenzéki programokat sem feltétlenül ismerik. De a politika végül is ilyen leegyszerűsítésekben működő dolog, tehát hogy ha nagyon röviden meg kellene határozni, akár egy, egy vagy két jelzővel a momentumot, akkor, 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 mit tudna mondani? Tehát mi az, ami, ami, ami megkülönbözteti nyilván a kormánytól is, de az összes többi ellenzéki pártól is, hiszen itt eszem, mi az emberek készülnek ilyen jelzők, hogy nem tudom én, liberális, most a baloldaliban már nem vagyok annyira biztos, de akár az zöld, ebbe is lehetnek kételjeink. ugye abban a, azon a tengelyen is, hogy nehéz elhelyezni most a momentumot, ugye most... Ugye olvastam, hogy ugye az OTP ügyben ugye Ukrajnához, az ukrán hatóságokhoz fordult, hogy vegyék le a listáról, tehát hogy ez is egy olyan kicsit olyan köztes álláspont, vagy az Mi? Európai Unió is. Miért köztes álláspont? Hát úgy értem, hogy ha azt, azt nézem, hogy mondjuk a Igazságtalanságot látunk, igen. és a magyar emberek érdekében is, illetve nyilván hát a magyar gazdaság érdekében is, miután igazságtalanul lett megvádolva az OTP olyan, amit nem tett, vagy nem azért tett, mert, mert ő szeretné, hanem azért, mert az, orosz törvények hatály alá esik, amikor az orosz bankjaival valamit csinálnia kell. Tehát ez az igaz, ezen mellett az igazságtalanság mellett sem mehetünk el. Pontosan, tehát sorolt egy csomó címkét. Igen. Ezek számára nem kategóriák, jelzők, hanem címkék. Mindannyian mást értünk az alatt, hogy mi számít zöldnek, mi számít jobb oldalinak, Jó, de mi akkor a momentum, Milyen címkét ehm. raktam magára? Úgy értem, hogy ami, az a címkét tudom, ez egy negatív kijelentés most. Vagy negatív? nem, 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 és nem is, erre, nem, is, nem is arra akarnám visszavezetni. Sokkal inkább arra, hogy a momentum esetleges célja pontosan ezt a fajta Egymás félreértésén alapuló vagy oda vezető címkézős, szekértából logikából való kilépést. Ez nem azt jelenti, hogy a momentumnak nincs egyértelmű arcéle, de én nem sajnálom, vagy nem félek kimondani akár a liberális jelzőt is. Szerintem egy szociál-liberális, progresszív párt a momentum, ami abban jelenik meg, ha már ezekkel a címkékkel kell dobálozni. Számunkra a zöld kérdés az egy alapkérdés. Tehát nem, mi nem egy zöld párt vagyunk, hanem a szakpolitikánk minden pontjáról a zöld szemüvegnek ott kell lennie, hiszen akkor van csak jövőnk, ha komolyan vesszük a zöld átállást, ha komolyan vesszük a klímaváltozás, akár gazdasági, akár társadalmi, akár környezetvédelmi szempontjait is, mert ez itt van, a ma-holnap bekövetkezik, ha nem foglalkozunk ezzel a mi gyermekeinknek már nem lesz semmilyen jövője, ha nem vagyunk zöldek. Tehát ez nem egy identitás vagy politikai címke kérdése. De ha itt nagyon jó, hogy ezt mondja, mert akkor itt, itt, már is ezt a köztes álláspontot tudom illusztrálni azzal, hogy a programunkban az is szerepel, hogy, és ez eltérnek mondjuk más ellenzéki pártoktól, hogy, hogy támogat, tehát az atomenergiával kapcsolatban ugye jóval megengedőbbek. Tehát azt mondják, hogy jelen pillanatban ugye azt nem nagyon lehet kiváltani ezt állítják. Nem fogjuk tudni elérni 2050 a klímasemlegességet, ha most mindenki leállítja az atomerőműveit. És a Paks 2 ez, ez, hogy viszonyul ez, hiszen a kormány nagyon erőteljesen szeretné ugye bővíteni a Paks blokkot. Ez erre is szükség van ez esetben? Pas 2 nem lehet csupán úgy tekinteni, mint egy újabb atomerőmű blokkra, és az egész történet egy kicsit szerte ágazóbb. Egyrészt Paks 1 üzemidejét meg lehet hosszabbítani, és ezt meg is kell, sőt, meg is hosszabbították most. Paks 2-re egy idő után nem lesz szükség, ha addig húzzák és halasszák ennek a megépítését. Nyilván nagyon sok szakember van. Én beszéltem szakemberekkel, azt állítják, hogy ha most megépülne PAS 2, abból még tudna profitálni az ener magyar energiaellátás, de, és akkor itt, 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 itt állnánk meg, azért összetettebb történet Paks 2, mert Paks 2 nem csak az a probléma, hogy szeretjük-e az atomerőműveket, vagy sem, Paks az a probléma, hogy semmit nem tudunk róla. Nem tudjuk, hogy mi van a szerződésekben, nem tudjuk, hogy pontosan milyen konstrukció van, nem tudjuk, hogy olcsóbb lenne most kiszállni belőle, vagy már megépíteni, nem tudunk semmit, csak azt tudjuk, hogy újabb eh, láncot kreált a kormány köztünk és Oroszország között, már megint kiszolgáltatott adottá minket, eladósítva a következő nemzeti és ezzel ellen fel kell lépni politikailag is. Arról már nem is beszélve, hogy az Európai Unió szankciók következtében megint más megvilágításba kerül Paks 2 kivitelezése. Tehát, hogy szakpolitikailag tekintünk-e, atomenergiaügyileg tekintünk-e, vagy energiaellátásilag, gazdaságilag tekintünk Paks 2 vagy politikailag tekintünk, különböző válaszok egy irányba mutatnak, mi azt mondjuk, hogy Paks 2 ebben a formában így, amelyik most tudunk, nem szabad tovább vinni, mert nem tudjuk, hogy mekkora kockázatot vállaltunk. Ezt mondtuk a választások előtt is, hogy a kormányra kerülnénk, akkor az első dolog megnézni, mi van ebben a szerződés kötegben. És emellett közben a választások óta kialakult energiaválság, ami most enyhült, de ez megint csak azt mutatja, hogy ilyen újra és újra előfordulhat, és ebből, ha valamit tanult Európa és Magyarországnak is tanulnia kellett, nem szabad ennyire energiailag is kiszolgáltatottnak maradni Oroszországgal szemben. Nekünk egy európai közös megoldásba kell gondolkodni, egy energiauniót kell létrehoznunk ebből a szempontból, biztosítanunk kell, hogy Magyarország energiállítása megmaradjon, Mindezt úgy, hogy a New Green Deal, tehát a zöld megállapodás, ami az Európa, európai döntéshozók asztalán megszületett, ami azt célozza, hogy hogyan lesz Európa az első klímasemleges kontinens 2050-re, annak a megvalósítási tervét nem lehet felrúgni csak azért, mert most energiakrízis van. Ez, az elmúlt egy évünk erről szólt európai képviselőként is. Azaz, az atomenergia kérdése megint más megvilágításba kerül, és igaza lett a Momentumnak, amikor azt mondta, hogy nem azon kell vitatkozni, hogy az atom elég zölde vagy nem zölde, hanem hogy hogyan tudunk hosszú távon zöldé válni, megtisztítani magunkat, energiaügyileg is. Be, a, 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 nyilván nem az atomenergia a jövő, de nem szabad leállítani, mert mi, nézzük meg, mi a német példa. Leállították az atomenergiai műveket, hogyha éppen nem süteleget a nap, vagy nem fúj a szél, akkor a szénfűtéses energiatermelő műveket kell beépít, beindítani. Ami sokkal kártékonyabb, mint az atomenergia. Úgyhogy, és nyilván az atomenergia nem a napokban, áll, hanem az, az, a, a, az után keletkezett szeméttel van a gondunk természetesen. Erről sokat kell még szakpolitikailag vitatkoznunk, de mi kitartunk a saját álláspontunk mellett. A mi célunk az, hogy ne csak klímasemlegesek legyünk, hanem a lehető leghamarabb átálljunk arra a zöld energia termelésre és energia szolgáltatásra, amire lehet. A lehető leginkább megvalósítva az, hogy ennek az árát ne a hétköznapi ember fizesse meg, mert tegyük hozzá, az átállás borzasztóan költséges, nagyon-nagyon-nagyon felelőtlennek, és borzasztó mérges vagyok emiatt a kormányra, emiatt is. Rengeteg pénzt dobtak ki az ablakon, vagy nem hívtak el, vagy loptak el, ami az elmúlt 13 évben segített volna a hétköznapi embernek ebbe az átállásba. Hogy a rezsicsökkentés hazugsága mögé bújva, csak arról feledkeztek el, hogy 10 év múlva is lesz holnap. A mi feladatunk ezt, ezt a lemaradást behozni megfizettetni a szennyezést azokkal, akik elsősorban okozták, azaz a nagy cégekkel és azokkal, akik a mai nap is a, ennek az árát meg tudnak adni, és megvédeni a hétköznapi embert. Ezért is dolgozunk az Európai Parlamenttel, például a szociális klíma alap megvalósítás, ami megtörtént, hogy onnan is tudjuk majd kompenzálni azokat a kormányokat, akik át akarnak állni, hogy segítsék az embereket ebben. Ha már említett az Európai Parlamentet, ugye, ahol ön képviselő, ott azért, ha a kormány oldal, ugye nagyon egyszerű kommunikációs paneleket használ, ugye most van az Európai Uniós forrás soknak Az ugye, ami jelenleg továbbra is ugye bizonytalan, hogy Magyarország megkapja ezeket, vagy sem. És mit tud, mi a frappáns válasz arra a Momentumnak, akár személy szerint önnek arra, amikor azt mondják, hogy, hogy hát, hogy ugye lehet persze vitatni ezeket a jogállamisági kérdéseket, de hát az országnak mégiscsak az az érdeke, hogy akárhogy is, de megkapja ezeket a pénzeket, és, és az, az a tevékenység, amit az ellenzéke ott folytat, az, az végül is nehezíti ezt, és tulajdonképpen a, a lovat adja csak az európai intézmények alá, hogy, hogy újabb és újabb kifogásokkal éljenek, és ezért késleltessék a, a magyar források kifizetését amióta ez a herceg úr az EU-s pénzekkel kapcsolatban, teljesen egyértelmű momentum, így az én is csak a talináles pontja a kérdésbe. Ezt a pénzt Magyarországnak meg kell kapnia. Nem a magyar kormánynak, Magyarországnak. Ezt a pénzt, ezt a civileknek, az önkormányzatoknak, a vállalkozóknak szánták. Ez, ez nekünk jár a közös, közösből. Az, hogy ezeket a pénzeket nem kapjuk, ez a, ez a kormány bűne. Azok a feltételek, amiket a bizottság szab nekik, és most itt nem akarom összekeverni a nézőket, hiszen itt a, a helyreállítási alaptól, a kohéziós alap felfüggesztéséig nagy, különböző folyamatok egyszerre történnek, különböző mérföldkövek és elvárások vonatkoznak más adag pénzekre, nagyon bonyolult maga a rendszer, mindegyik a kormány hibája, a kormány korrupciós tevékenység az elmúlt 13 évben, ami fölött nem tud szemet hunni a bizottság, az Európai Unió a továbbiakban, és az az antidemokratikus jogállam ellenes viselkedés, amit tesznek. Ezért is javasoljuk a kezdetektől fogva, hogy dolgozzon ki Európa megoldást arra, hogy az ilyen államok, mint Magyarország esetében a pénzeket a kormányt kikerülve juttassák el, ne egyszerűen visszatartsák a magyar gazdaságnak, a magyar embereknek borzasztóan nagy szüksége van ezekre a pénzekre. Mi azon dolgozunk, hogy ez megtörténjen. Mi vagyunk az egyedüli olyan képviselők, magyar képviselők, akik egyszerre azon dolgoznak, hogy a pénzek minél hamarabb elérkezzenek Magyarországra, és emellett azon, hogy ne a korú zsebekbe landoljon, hanem azokhoz, akiknek szánták. Minden más propaganda. Mi nagyon-nagyon nem örülünk annak a narratívának, hogy zárjátok el a csapokat, mert akkor jól meg lehet büntetni a kormány. Sajnos nem a kormány bűnhődik, hanem a magyar emberek fognak ezen büntetni. Viszont a mi dolgunk az, hogy azt se engedjük meg, hogy elinduljanak ezek a pénzek, és ugyanazokba a csapokba, ugyanazokba a zsebekbe landoljanak, Mészáros Lőrincnél, Tiborcs Istvánnál, és az Orbán körül lévő oligarha hálózatba. Mert azzal sem a magyar emberek kapják meg ezeket a pénzeket. Összetett a kérdés, én azt gondolom, hogy végre az európai döntéshozók rádöbbentek arra, hogy nem lehet egyszerűen félrenézni és azt gondolni, hogy át, ott vannak a periférián, picit lopnak, lopnak, hát kit érdekel. Hiszen az elmúlt 13 évben Orbán Viktorék nem csak elopták ezeket a pénzeket, hanem elkezdtek külülő, az európai döntéshozói külön közé botokat dugni, és megunták ezt a játékot. Vagy közös játékszabály alapján játszunk, vagy semmi. És erre a megoldás az, ami fölvetődött az Európai Unión belül, több tagország is ezt javasolja, hogy ezt a közös döntéshozatalt korlátozzák, tehát hogy a vétójogot kivegyék mondjuk... Magyarország kezéből meg, mi van más állam is élhetne ezzel, tehát hogy a bizonyos kérdésekben, elsősorban külpolitikát érintő döntésekben, hogy a minősített többség legyen, ne, ne, ne tudjon senki vétózni, ugye a kormány nagyon élesen uh, szembeszáll ezzel is. Természetesen ezt a... ez nem áll az érdekében. Um, ez egy nagyon régóta húzódó vita, hogy meg kell reformálni az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusát, és ebben is nagyon hangosak vagyunk, és teljes mértékben egyetértünk ezzel, hiszen a választópolgárok is azt várják, hogy legyenek közös európai döntések, európai érdek mentén való döntések. Ott képviseljük a magyar állampolgárokat. Igen, de nap végén a fontos döntések a tanácsi asztalnál dőlnek el, ahol miniszterelnökök ülnek, azaz mindenki a nemzeti érdeke alapján gondolkodik. Miközben sok olyan dolog, mint például a klímaváltozás ellen sem fogunk tudni. Magyarországként, vagy Lengyelországként, vagy Franciaországként tenni, Európai Unióként sokkal többet tudunk tenni. De ez a közös érdek nem tud összeállni egy olyan asztalnál, ahol mindenki a magáét harsogja. Orbán Viktor bebizonyított tenni az asztalnál, és ráadásul akkor is, amikor tényleg úgy tűnik, hogy mindenkinek az érdeke egy irányba mutat, ő bedobja azt, hogy vétó. Mert miért dobhatná be? Le, mindig lehet rólkodni. Ehhez szerződést kell módosítani, de a, és sose felejtsük el, hogy Európában a, a, a változás, az európai reformok mindig krízisek mentén születtek meg. Négy évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tartották, de tényleg mindenki, hogy Európa egyszer közösen fog tudni hitelt felvenni. Ez lett a helyreállítási alap. Jött a COVID-krízis, és mégiscsak képesek voltak a döntéshozók. Képesek lesznek arra is, hogy megszülessen a közös akarat arra, hogy a döntéshozatali mechanizmust átalakítsák, nem csak egy-egy kérdésben alapvetően, hiszen 27-en ülnek annál az asztalnál. Ha egy mindig megakadályozhatja 26-nak az akaratát, és ez most mindegy, hogy Magyarország vagy igen, egy másik elután, tagállam lesz majd igen. később, hiszen nem lesz örökké Orbán kormány, nekünk arra is gondolni, hogy az, Európa, az Európai Unió közössége a következő 10-15-20-30 évben merre fele halad. Ezt meg kell változtatni. Sokkal jobb. Sokkal több jogkört kell adni az Európai Parlamentnek, mert minket közvetlenül választanak az állampolgárok, és a tanácsi asztalánál döntéshozatalba pedig a minősített többség közé felé kell elmenni, kompromisszumok kötése felé kell elmenni, ahelyett, hogy igen, nem fekete-fehér trollkodásba zsarolgassák egymást a tagállamok, mert amíg ez történik, addig Európa lassú, bürokratikus és egy helyben toporgó lesz, a nagyhatalmak meg mennek el mellettünk. Az, ami érdekünk, magyarként az, ami érdekünk, hogy Európa egy erős nagyhatalomként tudjon fellépni a jövőben, és az az érdekünk, hogy az európai döntéshozatali asztalnál mi, erős, nagy beleszólással bíró tagállamként ülhessünk ott. És ehhez az út például az, és ezért javítjuk ki mindig, amikor azt gondolják, hogy mi európai parlamenti képviselőként igazából így elmentünk a, 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 a luxusba, ahonnan nem kell semmit se dolgozni. Nem, a mi munkánk csak a Talinnal négy éve pontosan az, hogy kialakítsuk azt a diplomáciai-európai kapcsolati hálót, amire a jövőre bizalommal fognak tudni építeni, hiszen jelenleg a magyar kormány lerombolt minden szövetségi kapcsolatot Európába, ránk négy év alatt sokkal biztosabban tekintenek, és sokkal nagyobb bizalommal tekintenek, hogy az európai politikának ebben a rendszerben sokkal nagyobb súlya van, mint korábban volt. Úgyhogy a mi álláspontunk, is ezért is nagyon fontos a 2020-es választás, jelenleg ma Magyarország jövőre a legnagyobb hatással az európai szint és az önkormányzati szint van. Hány európai parlamenti képviselő helyen lenne elégedett jövőre? Ugye most kettő most. 21. E <laughs> Jó, de azért nyilván van valami, tehát, hogy mi az, ami sikernek számít, mi az, ami, mi az, ami, ami amitől más sikernek számít egy szereplés, azért csak van erről elképzelés. A siker, a siker fölött nincs üvegplafon. Az igaz. Mi, minden siker. Akkor úgy érzem, hogy mi, mi az, ami már nem kudarc akkor is. Mi, minden siker, ami, ami, ami a státuszkó fölött van. Értem. És a végén egy ilyen, visszatérnék ilyen, ilyen, személyes és politikai ambíciót, tisztségeket érintő kérdéshez. Ugye az európai parlamenti képviselőséggel, nyilván a főpolgármesteri poszt összeférhetetlen, ez nyilvánvaló, de egy európai parlamenti képviselő például miniszterelnök jelölt lehet, hiszen láttunk erre példát ugye az előválasztáson. A kérdés kettős. Ugye 2026-ban lesz minden bizonyal új parlamenti választás. Akkor indokoltnak tartja, hogy a miniszterelnök, az ellenzéki közös miniszter, lesz egyáltalán ilyen, arról előválasztás döntsön, és, és ambicionálja esetleg, hogy el tudja képzelni, hogy azon is elindul. Tavaly április óta csak ismételgeti tudom magamat, hogy ez egyik tanulsága a választásnak, hogy ne választásról választásra ugorjunk, hanem nézzünk szembe, hogy mi történt, mi okozta a kudarcot. Aki ma azzal tölti az idejét, hogy saját magát a miniszterelnök jelöltnek vízionálja a tükör előtt ülve, az nem tanult semmit, nem hogy az elmúlt egy évben, vagy a választásból, hanem az elmúlt 13 évben. Néleleg nekünk nem ez a feladatunk. Én azt gondolom, hogy 24 sokkal nagyobb vízválasztó, mert először is ez is az egyik tanulság a választásnak szerintem. Meg kell tisztítani az ellenzéki térfelet, hogy annyi szereplő legyen, amennyire a magyar társadalomban igény van, aminek támogatottsága van, és ezek a szereplők, ezeknek kutyakötelessége és fölössége tanulni az egyműködésből, hogy milyen együttműködés az, ami, ami sikerre tud minket vezetni, hiszen a választási törvény árnyékában nem lehet nem együttműködni, de az együttműködésnek még rengeteg formája lehet. Ideig el kell jutni. Eddig a pontig egyik politikusunk sem gondolkodhat azon, hogy ki lesz majd a jelöltünk, mert ezzel a fókusza a figyelme és a, 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 a munkájának a, 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 a középpontjában nem a valódi kérdések állnak. Én azért utasítom vissza az erről való beszélgetést és diskurzus, mert azt gondolom, hogy sokkal fontos a feladataink vannak, mint hogy arról vitatkozunk 2023-ban, hogy mi lesz majd, x év múlva. Tartalmilag vitatkozunk erről. Arról vitatkozzunk, hogy milyen Magyarországon szeretnénk élni, és mi vezet minket odáig. Arról vitatkozzunk, hogy mi, mi kell ahhoz, hogy ebből az apátiából ki tudjunk törni. Ezekről vitatkozzunk. Aki már most szerepeket oszt, az nem tanult semmit az előző választás kudarcában. Hát akkor 2024. június 9-e után e kérdésben is valóban okosabbak leszünk, és akkor talán már lehet ilyen kérdésekről másként is beszélni. Nagyon szépen köszönöm Dolát hogy elfogadta a meghívásunkat, a nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. A jövő héten új adással jelentkezik a Kompország. A viszontlátásra!